Ez az első olyan üzem Magyarországon, amely nyomon követhető módon igazolt eredetű, gluténmentes zab készítményeket állít elő. Emellett egy kutatásfejlesztési projekt keretében a hagyományos malmi technológiákat innovatív módszerekkel összekapcsolva ipari mértékű gluténmentes lisztkeverék előállítására is képesek, melynek kifejlesztéséhez egy konzorcium is létrejött. A teljes költségvetése 1 milliárd 130 millió forint volt, ebből körülbelül 630 millió forint a támogatás. Ez maga a technológia kifejlesztését és az e-alapú nyomonkövetést nek a kifejlesztését támogatta. És ezen felül maga az épület, amiben vagyunk, meg az a telek, ahol vagyunk, ez a pályázaton kívüli összeg, ez még körülbelül 500 millió forintot takar. A gyár megnyitóján Szabó Tünde, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a nyíregyházi gyár termékei azoknak is megoldást jelentenek, akik a 21. században megjelenő egyes betegségekben szenvednek. Nagyon fontos, hogy a 21. században megjelentek különféle betegségek, és ez a gluténmentes életmóddal bizony párhuzamosan lehet látni, hogy milyen nagy igény van olyan élelmiszerekre, amelyek bizony tudják ezt fedezni. Márpedig, hogyha nézzük a Magyarországon kapható élelmiszereket, akkor ilyen gluténmentes élelmiszereket csak külföldről tudunk importálni. Ez azt jelenti, hogy igenis nagyon nagy értéke lesz, akár Európában, akár Magyarországon, hogy egy ilyen gyár tud létesülni. A gyáravató rendezvényen az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri biztosa elmondta, elkészült a 2030-ig tartó gazdaságfejlesztési stratégia, melynek 4 kiemelt részágazata van, köztük az élelmiszeripar is. Azt gondolom, hogy itt is egy jelentős kutatás, fejlesztés és innováció alapozta meg ezt a beruházásnak a létrejöttét. Azt szeretnénk egyébként, hogyha a GDP 1,8%-át fordítanánk kutatásfejlesztésre, és itt egyrészt saját kutatói, 6 fős kutatói saját bázisukra alapozva jöttek létre ezek az eredmények, és még további 10 fős kutatói létszámot is bővítettek, tehát ez bizonyítja, hogy komolyan gondolják ebben a térségben. Lengyel Györgyi hozzátette, az ITM célja, hogy az ipar és a felsőoktatás együttműködése tovább fejlődjön, erre pedig kiváló példa a nyíregyházi gyár, amelynek a technológiai újításait egy kutatásfejlesztési projekt keretében határozták meg.